Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész a Mai vendégem dr. Kristóf Ilona, habilitált egyetemi docens az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézetének, frissen kinevezett, illetve hát augusztus 1-e óta kinevezett megbízott intézetigazgatója. Nagyon régi kapcsolatunk van, úgyhogy ezért még tegeződni fogunk. Az augusztus 1 -e, bár nem most volt, csak nekünk most van lehetőségünk beszélni, úgyhogy az én agyamban még mindenképpen friss ez a kinevezés. És gyakorlatilag a habilitációd az viszont tényleg három hete történt körülbelül? Igen, november elején tartottam a habilitációs előadásaimat, és azért az augusztus első sem volt olyan nagyon régen, tehát nekem is friss a kinevezés is, illetve friss a habilitáció is az, hogy mi egyáltalán arról beszélünk, hogy intézetigazgató, tanár vagy, illetve habilitált történész, pont az jutott eszembe, miközben ide jöttem a stúdióba veled beszélgetni, hogy nagyon sok történésszel van kapcsolatom. Ha ilyet lehet mondani, te vagy a leglazább történész. Mert az, ugye az embernek van egy olyan sztereotípia, hogy a történészek, mint bölcsészek, komótosak, kockábbak, de hogy te annyira nem ilyen vagy. Tehát egy, tényleg egy vagánynő, egy családanya, aki rengeteget utazik, de nem csak így ugrok Bécsbe, hanem mondjuk a Szaudarábiától kezdve tényleg olyan helyeken voltatok, hogy csak ámolok és bámulok, mivel a közösségi oldalon ismerősök vagyunk. Szóval, hogy az, hogy te történész lettél, és hogy, hogy megmaradt ez a életigenlő vagy életkedvelő ez szerintem nagyon jó, de menjünk vissza oda, hogy honnan indul ez a történelem szeretet az életedből. Köszönöm szépen egyébként a megtisztelő jelzőt, hogy laza vagyok, igyekszem. Aztán gondolom, majd a hallgatóimat is meg lehet erről kérdezni néhány hét múlva, amikor beindul a vizsgai időszak. Hogy honnan is indul, nem tudok igazából erre nagyon meglepő választ adni, otthonról hozom anyukám hatása egyértelműen, nálunk a családban a édesanyám az, aki abszolút bölcsészbeállítottságú volt mindig is, és ő az, aki legelső körben az olvasás, illetve történelmi regények, történelem, irodalom irányába terelgetett, és hát tulajdonképpen az elég hamar egyértelmű volt az én számomra is, illetve a környezetem számára is, hogy a történelem valamilyen formában, de fontos szerepet fog betölteni az életemben. Az, hogy mondjuk a történelem mellé milyen másik szakot választok az egészen későn körvonalozódott, vagy vált biztossá, ez már csak a, a gimnáziumban, amikor mostani rendszerben tizedikesek voltunk, amikor lehetőség nyílott arra, hogy harmadik nyelvként heti két órában kezdjünk el latinozni. Én Debrecenbe gyártam gimnáziumba az akkori Kossuth Lajos Tudomány Egyetem gyakorlójába. Alapvetően nem a későbbi bölcsészek számára nyílt meg ez a latinozási lehetőség, hanem az orvosira felkészítésnek volt ez az egyik alapja. Tehát olyan osztálytársakkal, évfolyamtársakkal jártam együtt latinórára, akik alapvetően vagy vegyésznek készültek, vagy biológusnak, vagy, vagy orvosnak. Aztán a csoportból én ragadtam ott, hogy én lettem az, akit megfertőzött a, az antik kultúra, meg az antik világ, és hát körbe egy év után eldöntöttem, hogy hát hatodik, ha szakad, mint nekem a nulladik, meg a hetedik, meg az akárhanyadik óra, én latinból fogok felvételizni, és nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy a tanárnő Szilágyi, a tanárnő akkoriban nyitott volt erre az ötletre, és az iskola is nyitott volt erre az ötletre, mert ahogy letettem az első középfokú nyelvvizsgámat, akkor mindenféle különösebb adminisztrációs procedúra nélkül mentesítettek a nyelvi órákról, és akkor lyukas órában én latinoztam az érettségére meg a felvételére készülvén. És ha már itt tartunk, ugye, hogy tanári példaképek, akkor Szilágyi azóta is nagyon jóban vagyunk, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy még el tudott jönni november elején a habilitációmra, és ott izgult velem együtt. Pont azon gondolkoztam időközben, hogy ugye neked a történelem latin szak volt, ugye a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen, ugye jelenlegi Debreceni Egyetemen a szakpárod, és ahogy mondtad, hogy téged megragadott az antik kultúra, de akkor ezek szerint csak a nyelvben, tehát egyáltalán nem is volt olyan, hogy ha már ennyire szereted a latint, akkor te mondjuk az ókori történelem teszed le a voksodat? De volt azért ilyen, megfordult a fejemben, tehát ez nem volt egyértelmű, hogy mi lesz az a kutatási téma, amellyel majd foglalkozni fogok az egyetemi éveim alatt. Az az igazság, hogy nagyon szerettem egyetemista lenni. Mi voltunk az első olyan évfolyam latin szakon, a 90-es évek elején, ahol hirtelen megugrott a létszám, tehát mi tizen voltunk latin szakosok, ebből hárman voltunk töri latinosok egyszerre, és a korábbi Évfolyamokhoz képest, tehát a korábbi létszámokhoz képest, úgy mi hirtelen nagyon-nagyon sokan lettünk, és a, az utánunk következő évfolyamok is hasonlóan népesek voltak, aminek az lett a következménye, hogy a latin szakon pont annyi hallgató mozgott és annyi oktatónk volt, hogy egy ilyen nagyon családias, de egy nagyon aktív légkör alakult ki. Tehát a csillagok szerencsés együttállásának köszönhetően. Most így utólag mondhatom azt, hogy sokat tanultunk, és végig buliztuk azt az öt évet, amíg latin szakosak voltunk. A most is Debrecenben tanító kollégák volt évfolyamtársaimmal, szoktunk azért erről nosztalgiázni, hogy egy hetes tanulmányi kirándulásokat szerveztünk Görögországban, Rómában, Szicíliában, egy hetes latin tanszéki hetet szerveztünk annak. Én hogy alapvetően az volt a motunk már egyetemes takorunkban, és hogy teljes erőbedobással megértük. Nem csak a, a latin nyelvet, hanem az antikultúrát, is tehát, hogy igyekeztünk minél több mindent a hétköznapjainkba is bevinni abból, amit tanultunk az előadásokon vagy a szemináriumokon. Emellett a töri szakon sokan voltunk, tehát ott egy jóval fragmentáltabb volt a társaság, bár tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó közeg volt ez a 90-es években a hallgatói szempontból is, és oktatói szempontból is, tehát ez nekem sokáig kérdés volt. Éreztem magamban a lendületet, hogy majd szeretnék egy TDK pályamunkát írni, vagy valami tudományos munkát végezni, de az azért az évekig kérdés volt, hogy mi legyen, a, melyik irányba induljak el. És a TDK-t már a jelenlegi kutatási területedből írtad, amit mondjunk el a hallgatóknak, ők nem tudják, középkor, egyház történet, kultúra, művelődés történet, mit hagytam még ki? Körülbelül, Körülbelül igen. Ennyi, igen. A TDK kutatásom volt a későbbi diszertációmnak az alapja. Ez a, a Váradi, ugye a mai Nagyváradi, a középkorban még ezt csak Váradnak hívjuk, tehát a, a váradi székes Székeskáptalannak a a személy összetételét vizsgáltam. Ez egy részről egy csomó életrajzi adatot is jelentett nyilván, de alapvetően itt egy szélesebb kontextusban helyezve az volt a, a vizsgálatnak a, az alapja, vagy a, az alap kérdése, hogy ezek a kanonokok, akik a Váradi Székes Egyházban szolgáltak, milyen szélesebb kontextusban elhelyezve a Magyar Királyság területén működő többi káptalanhoz képest, vagy ezzel együtt milyen hasonlóságokat, különbségeket, tendenciákat lehet kimutatni, akár a műveltségük, akár az iskolázottságuk, akár a személyes kapcsolatrendszerük, vagy egyáltalán csak a társadalmi státuszuk, a származásuk alapján. Vagy le lehet ezt egészen egyszerűen arra fordítani, hogy mondjuk egy Váradi Káptalan is Stallum, mennyit ért a középkorban. Kik kaphatták meg, mire volt jó, mit lehetett belőle finanszírozni, milyen tanulmányokra jogosította fel a, a a birtokosát, illetve hogy milyen karrierekben, milyen állomást jelentett egy-egy ilyen javatalom. Tehát a korszak volt meg előbb, ami etéged érdekel, vagy van valami különleges története, hogy mi az, ami miatt ennyire érdekelnek a, az egyház történetének Szegmensei. Nyilván ez a középkortól elválaszthatatlan az egyház. Ez az egyik ilyen kiindulási pontunk. Másrésztről nekem, mivel volt egy stabil latin nyelvtudásom, már a koromban igyekeztem ezt olyan szinten is fejleszteni, hogy nem csak a klasszikus antikvitás latinjával foglalkoztam, és ebben Solymosi László professzor úr volt segítségünkre, aki este 8-tól 10-ig szerdánként tartott nekünk oklevélolvasási gyakorlatot. Mondod, hogy találta ki. Ekkor ért rá, tehát ez, ez teljesen hivatalos órarenden kívüli elfoglaltság volt, tehát ez csak a, az érdeklődő hallgatók számára tartotta ezt az órát, úgyhogy nyilván kerestük, hogy szeretnénk oklevelet ok olvasni, megtanulni. Ez az a korszak, ahol a, a hivatali írásbeliség tisztán latin nyelvű Magyarországon. Tehát 15. század közepétől végétől elvétve már jelennek meg magyar nyelvű szövegek, de az alapvetően magán írásbeliségben, tehát hogy a paleográfia és a, az oklevélolvasás is tanulható mesterség. És hát az egyházhoz pedig egyértelműen a késő középkorban is nem választható el a világi, meg az egyházi kultúra még egymástól. Tehát pontosan ebben az időszakban az az izgalmas, hogy látjuk az első jeleket arra, hogy ez majd meg fog változni. Amikor a felvezetőmben mondtam, hogy ugye mi ismerjük egymást, én pár éve folytattam mester tanulmányokat nálatok, és akkor egyház történetet, illetve latin tanítottál nekünk, és még akár hát csak a nappali tanulmányaimra gondolok, de nem csak én hallgató is, és nem kell történésznek lenni bárhol. Nyilvánvalóan hallgatóként is 18 év fölött az az oktató nyűgöz le egy hallgatót, aki fejből nyomja az egész előadást, aki illusztrál, annak idején még van, most már nyilván PPT-vel és bármi mással, de hogy tényleg fenntartja az érdeklődést, és ez csak úgy tartható fenn, hogyha látszik, hogy a tanár is csípőből mondja, hogy ilyen szlengesen mondjam, és te az a tanár vagy ez tény. Erre a szintre mikor jut el egy egy egyetemről kikerült, majd a doktori fokozatot megszerző történész, és legelső órádra, ha visszaemlékszel, amit gondolom itt tartott, tehát ez, ez volt a, még akkor ugye az Eszterházi Károly főiskola, tehát te már oda úgy mentél be, hogy Gyerekek, én mindent tudok, mohácsik bezárólag? Nyilván nem, és nagyon-nagyon izgultam. Ugye azt szokták mondani, és ez általában a különböző diplomosztókon vagy doktirevatásokon ez egy ilyen közhelyesen el szokott hangzani a közöntő beszédben, hogy az ember általában érettségi kor a legtöbbet, vagy az érettségire felkészülve a legszélesebb a tájékozottsága, mert hogy mindenféle tudományokból, vagy tantárgyból ugye akkor tud egy nagyon széles alapot felmutatni. És az az igazság, hogy ez így van. Tehát ezt te is tudod be, ahogy az egyetemi tanulmányaink alatt azért, te, ahogy haladunk a korszakok, vagy a különböző kérdésekkel úgy fragmentálódik a tudásunk, tehát, hogy alapvetően minden egyes vizsgai időszakban úgy érezzük, hogy többet és többet tudunk, de a nagy kép esik széjjel darabokra, és hát ugye az lenne a feladat vagy a cél, hogy majd államvizsgálatra rakjuk össze újra a, a szilánkokat, amik menet közben a vizsgai időszakokban ott valahol elhagytunk magunk mögött. Nyilván ez nincs másképpen akkor sem, amikor az ember elkezd tanítani. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat és egy nagyon kemény munka, amíg az ember egy PhD-hallgatóból oktatóvá válik. Tehát én pontosan emlékszem ma az első órákra, egyébként a, a te első évfolyamodat tanítottam kiegészítőn. Az mikor volt? A 2001. szeptemberben kezdtem, tehát az az évfolyam, akikkel akkor végeztetek nyáron a, a főiskolán és nagyon-nagyon izgultam, hogy hogy tudom én ezt az egészen óra formájába összefoglalni. Volt már akkor nekem némi óratartási gyakorlatom, mert én előtte Debrecenben a református teológián voltam óraadó ösztöndíjas, ott alapvetően latin tanítottam a teológusoknak, illetve Debrecenben a doktori képzés alatt tartottunk egy-egy ilyen mintaszemináriumot. De hát az teljesen más, hogy ez a munkám, és nem csak egy ösztöndíjas dolog, vagy egy mellékes a, az egyéb kutatások mellett. Évek teltek el, mire úgy éreztem, hogy kezdenek ezek a, az anyagok összeállni. Hát arra nyilván mindig töregettem, első persze nem volt kérdéses, hogy, hogy az ember fejből tartja az órát, hiszen hát saját hallgatókorunkból, vagy diákkorunkból emlékszünk rá, hogy az a hiteles tanár, aki le tudja nyűgözni a, a hallgatóságot, és azzal tudja lenyűgözni, ahogy a tudását átadja. De ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat volt, és ez folyamatosan azt jelentette, hogy azokat az adatokat, amelyek valamilyen formában a fejemben voltak, újra és újra kellett gondolni, újra kellett rendszerezni, újra és újra megtalálni az összefüggéseket. Nyilván ez attól függ folyamatosan ez az átrendezés, vagy kiegészítés, vagy újra gondolás, hogy éppen aktuálisan milyen kutatási téma érdekel, vagy mi mozgatja a gondolataimat. Nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ülök a vonaton, és nyilván valami morfondírozok bizonyos kérdésekről, hogy mi lehet a megoldása, és ezeknek a Történelmi kérdéseknek az éppen aktuálisan engem foglalkoztató kérdések, ezek mindig árnyalják azokat az órákat, azokat a kurzusokat, amiket a hallgatónak tartok, hiszen ugye ezek alapján kezdem el újraértelmezni vagy kiegészíteni azokat az adatokat, azokat az összefüggéseket, amiket korábban tanítottam. Tehát mindig azért picit alakulnak ezek az órák. Ez egy folyamat, ez mondhatni azt, hogy egy véget nem érő folyamat, hogy az ember oktatóvá alakul, és hogy az oktatói munkája hogyan változik oktatóból 2001-ről beszélünk, időközben ugye neked született három gyermeked, akikkel ugye otthon voltál szülési szabadságon, de hát eltelt 22 év, és azóta te tanítasz, és oktatóból intézetigazgatóvá váltál augusztus 1 -től mert ugye azért ez nyilván egy teljesen más feladat, mint hogy bemegyek le, adom az óráimat nappalisoknak, levelezősöknek, mindenféle képzésen. Itt már azért koordinálni, szervezni, igazgatni kell. Ettől a feladattól, amikor a felkérés megérkezett, megijedtél, vagy adjátok nekem ide a világot, vagy adjátok ide az oroszlánt, tehát, hogy mint ahogy mindenen haladsz előre, így azt gondoltad, hogy kész ez a következő kihívás az életemben? Amikor maga a, az első ilyen beszélgetésünk volt az akkor intézeti igazgatóval Pap Józseffel, és a felkért arra, hogy Mit szólnék én ehhez a, a feladathoz? Nagyon meglepődtem. Én akkor ott nem erre a beszélgetésre számítottam. Utána nyilván gondolkodási időt kértem. Az egyértelmű, maga természetes, hogy ha az ember, hogyha felsoktatásban dolgozik és folyamatosan, egy intézetnek vagy egy tanszéknek a dolgozója, hogy egy idő után utol fogják érni mindenféle administratív feladatok vagy vezetői megbizatások, hiszen ez a munkánknak a része. Tehát így innen belegondolva azt kellett akkor mondanom, hogy hát tulajdonképpen lehet, hogy itt az ideje, bár én nem számítottam akkor egy hasonló feladatra vagy megbizatásra, de benne van a pakliban, ha szabad így fogalmazni, hogy az embert előbb vagy utóbb hasonló feladat utól fogja érni. És nagyon megtisztelő volt az az érzés, hogy erre engem alkalmasnak tart az akkori főnököm. És amikor erről elkezdtünk komolyabban beszélgetni, hogy ez működhet-e, akkor én, azt mondtam, hogy csak akkor vállalnék el egy ilyen feladatot, hogyha azt tudnám, hogy az intézetben a kollégák támogatnak. Tehát, hogy ez egy közös munka. Ez, amit mondtál, hogy szervezés, igen, Igazgatás, én erre mondanám azt, hogy egyenőre én azt látom, hogy ez a kevesebbik része az igazgatás, mert hogy közösen dolgozunk. Persze egy csomó információ nálam csapódik le, amit az én feladatom, hogy eljusson a címzetekhez, mindenki tudjon mindenről, koordinálok inkább, azt mondanám, hogy sokat koordinálok, illetve sok olyan adatot kell összegyűjtenem a, a különböző képzési formákról, adminisztrációról, hallgatókról tudományos teljesítményről és egyéb aspektusairól az intézet működésének, amivel korábban nyilván nem foglalkoztam, mert hogy egy teljesen más beosztásban dolgoztam, de hogy itt nagyon fontos a közös munka és az, hogy egymás munkáját támogassuk. Tehát, hogy az egész csak akkor működik, hogyha mögötte már a, a teljes tudományi intézet minden oktatója és együtt tudunk működni, mert hogy az, hogy a történelemtudományi intézet most az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen egy igen sikeres intézet és kiváló akadémiai kutatóhely minősítésünk van, az ennek a korábbi közös munkának az eredménye, és nyilván én azt gondolom, hogy nekem az lenne az elsődleges feladatom, hogy, hogy ezt a közös munkát olyan eredményesen tudjuk folytatni a kollégákkal együtt, hogy meg tudjuk tartani ezt az elismerést beszélgetési korábbi szakaszában volt arról, szóval, amikor mondtam, hogy milyen vagány történész vagy te az én szememben, hogy kérdezzük meg a hallgatókat is erről vizsgai időszakban. Tehát fontos nyilván a kollégákkal az együttműködés, hiszen nem egy autokrata hatalmat tervezel magadnak, vagy vezetői stílus, hanem tényleg a, az együttműködést, hiszen tényleg ez másképp nem megy, mint csapatban. Szerinted, akár amit te észreveszel, vagy tapasztalsz, esetleg visszajut hozzád, nem tudom, a hallgatók, hogyan viszonyulnak hozzád még mondjuk az augusztus elsője előtti Kristófilona tanárnőhöz, illetve az augusztus elsője óta i. Kristófilon tanárnőhöz. Nem régen volt nálam ugye a Pap József kollégád, a korábbi intézetigazgató, ugye a neve elhangzott őtől, és megkérdeztem, tartanak tőled, szigorú tanárnő vagy, de igazságos, milyen kategóriába sorolnád magad, hogyha ilyet egy embertől lehet kérdezni? Hú, jó kérdés. Korábban én azért sokat foglalkoztam a hallgatókkal, meg a hallgatói ügyekkel, mert hogy általában az elsős évfolyamok nálam kötnek ki valamilyen formában, tehát az elsős évfolyamokat látom elég korán, tehát belük magas óraszámban szoktam dolgozni. Így adott volt, hogy az elsősöknek bármi gondja, kérdése van, akkor általában engem találtak meg már évek óta. Anna, aztán ennek volt is egy ilyen hivatalos formája, hogy én voltam a mentoroktató, és tehát, hogy hivatalosan is engem lehetett keresni mindenféle ügyes, bajos dolgaikkal. És a jelenlegi képzési struktúrából adódóan az elsősöket én aztán egyszer az osztatlanosokat visszaszoktam kapni negyedéves korukba, és akkor én nagy megelégedéssel szoktam látni azt a fejlődést, meg azt a változást, amit a frissen a felsőoktatásba bekerülő 18 évesekből mi lesz három-négy év múlva, és ezt így mindig meg is szoktuk beszélni, hogy ki mit tapasztalt, mennyit változott ezekben az években. Én szeretném azt hinni, hogy a szigorú, de igazságos kategóriába sorolnak a hallgatók, de hát nem gondolom, hogy az én óráim lennének azok, amelyeken a leginkább is lábat lehet lógatni, különösen latin órán nem, de, de, azt gondolom, hogy azzal nem szokott probléma lenni a hallgatóknak, hogy vizsgán nem szoktak olyan kérdéssel szembesülni, amiről nem beszéltünk volna a fél év során, ilyen vagy olyan formában, de ne jeleztem volna nekik, hogy ez a téma vagy ez a kérdés elő fog kerülni. Tehát azt gondolom, hogy zsákba nem árulok, úgyhogy a vizsgán úgy nem szokott senki meglepődni, hogy ilyenről is lett volna szó azt is tudják a hallgatók, és ezt, abból egyre kevésbé csinálok titkot, hogy vannak olyan dolgok, amikre ugrok. Tehát, amit e... a Magyarországon nem volt hűbériség, ezennel is üzenem az összes kedves hallgatómnak, hogy aki ezt leírja, mondja azt megbuktatom, de ezt ők is szokták tudni. És visszatérve arra, hogy mondtam, hogy ugye azért nem csak történész vagy te családanya, nagy utazó, és azért nem csak a könyveit fölött ülsz. Pont azon gondolkoztam, hogy egyáltalán, ha valaki tényleg a PHD fokozat után családanya, majd utána ugye most a habilitációt gyorsan, frissen megcsinált, nyilván ez egy hosszú folyamat eredménye, és mindemelletti nagyon sokat utaztok, család van, élitek az aktív életeteket, tehát hogy ez alapból belefér, vagy egyszerűen ezt ügyesen kell csinálni, hogy engem igenis azt kapcsol ki, hogy Szaúd-Arábiában nem tudom én mit nézek Riádban éppen, vagy pedig neked ez kell az életedhez, hogy, hogy igenis világot láss, és akkor mondjuk ott töltődj fel. Ebben neked teljes mértékben igazad van, ez szervezést igényel. Tehát ez nyilván nem egy alapértelmezett dolog, hogy az ember élete így működik, neked kinek mi a prioritás. Tehát van, aki otthon csendben elvonulva szeret pihenni, más meg. Nem. Mi a nem kategória vagyunk, tehát a férjem is, meg én is az aktív pihenésben hiszünk, tehát az, hogyha fizikailag el is fáradunk, akkor az agyunk meg mentálisan pihenünk és feltöltődünk. Nyilván én szeretem erre azt mondani, hogy ugyanonnan jövünk mind a ketten a férjemmel, mind a ketten töri latin szakot végeztünk, és mind a ketten igyekszünk megélni azt a klasszikus bölcs, antik mondást, hogy carpe diem. És ennek jegyében úgy érezzük, hogy az életet ki kell használni, minden másodpercét, és hogy ne teljen el úgy nap, hogy nem csináltunk valami értelmeset, hasznosat, legalábbis amit mi annak értelmesnek, vagy hasznosnak, vagy fontosnak ítéltünk meg. Az, hogy nem a párizsi kirucanós hétvége, vagy ahogy említettem, Bécs vagy, nem tudom, Róma a területetek, hanem az egzotikusabb országok is, ez is egy ilyen közös vágyálom a pároddal, illetve a családdal? Igen, a közös vágyálom a világ. Uh -huh. A teljes világ. Tehát nagyon szívesen elmenjünk Párizsba is, és eltöltök én egy napot a Louvre-ban, vagy a Musée is. Uh -huh. Sőt, már egyszer meg is találtuk, addig vicceskedtünk, amíg a a 90-es évek egyik vicces ilyen angol sorozatának a Haló Hallón még megtanáltuk a, az ott keresett Madonna képet is, de nagyon szívesen bármikor elmegyek Bécsbe is, most van éppen egy Picasso kiállítás az Albertinában, Olaszországról ne beszéljünk, mert hogy akkor arra egy külön podcastot fogunk felvenni. Ez Te... az a szerelem? Az hát a... nekem igen, tehát... Van olyan része, ahol nem jártál? Biztosan, persze, hát hogy ne lenne át Olaszorszába? A, a, a Milán, <coughs> délig a Lepselet a csizmasarkáig azért nagyjából a nagyvárosok meg voltak. Igen. <laughs> Igen, hát különösen ugye úgy, hogy nekem azért a jelenlegi kutatási témám az erősen Olaszországhoz kötődik, hiszen ugye a 15-16. századi itáliai magyar kapcsolatokkal foglalkozom, úgyhogy most annyira azért nem a könyveimben szoktam ülni, hanem mondjuk Lukrécia Borzsa levelezésén ültem tavaly nyáron is egy hónapon keresztül a mantovai levéltárban, aminek egyébként van egy csomó egri vonatkozása is, ugye itt a Eger egyik legizgalmasabb püspöki figurája, ugye Esztei Hippolit, aki ferrarai származású volt, és az ő személyén keresztül képződött iratanyag, annak jelentős része megvan ma a modénai állami levéltárban, tehát elképesztően mennyiségű, tehát mennyiségre is, és tartalmilag is egy igen izgalmas levéltári anyagot tárunk fel, illetve digitalizálunk Modénában. Úgyhogy én bárhova a világon természetesen amikor lehetőségünk van, akkor ebbe igen, egzotikus, különös helyeknek is ugyanúgy helye van, mint, a, mint az európai nagyvárosoknak. A latin az neked nyilván, a felsőfoknak nem tudom, van-e még fokozata, de akkor nyilván ott vagy. Ami még egyéb nyelvtanulásod, hát két nyelvet tanultál, mert mondtad, hogy harmadik uh -huh. nyelvként jött be a latin, hát az olasz feltételezem az is azért elég jó szinten megy, uh -huh. de mondjuk egy Lucrícia Borgia levelezés az, az latin nyelvű, vagy olasz, olasz már olasz nyelvű uh -huh. volt. Aki nem történész, mondjuk a Borgia sorozatot nézte is, de Lucrécia Borgiáról mik keringetek, a nagy méreg volt. Ez igaz volt, hogy nem volt igaz. Ráncsuk le a leplet, hogy megerősítsük ezt. Leráncsuk a leplet, <laughs> nem igaz. <laughs> tehát ő azért korának gyermeke volt, tehát ő a korszakban is egy speciális helyzetben volt, tehát azért nem egy átlagos nemes kisasszony az, aki a, a pápának a lánya. Ennek minden előnyével és hátrányával, tehát Lucrécia Borgiá gyerekkorától kezdve politikai játszmákra használta a családja, tehát az ő és házasság kötése az alapvetően az apjának, illetve a fűvérének a politikai céljait szolgálta. És egyébként ebből a szempontból azt kell mondani, hogy az utolsó ilyen házasság kötése, amit Alfonso Desztével kötött, és ugye a Ferrari herceg felesége lett, az egy családja szempontjából, tehát a borcsák szempontjából egy vitathatóan hasznos házasság kötés volt. Abban a pillanatban, amikor megkötötték az esküvőt, akkor úgy nézett ki, hogy ez egy nagyon komoly előnyökkel fog járni mindenki számára. Aztán a későbbiekben a, az egy politikai helyzet változása miatt. Ennek az előnyei háttérbe szorultak, viszont az kiderült, hogy a Lucrecia egy kifejezetten tehetséges, egyébként egy értelmes művelt nő volt. Tehát amíg az Alfonso a férje különböző hadjáratokban távol volt Ferrerától, addig nagyon ügyesen és jó érzékkel irányította Ferrerát a, a férje nevében. És hát arról nem is beszélve, hogy a riválisa volt a, a sógornője, Isabella d'Este aki ugye a Mantovai Márkinél volt, és hát a kettőjük ilyenfajta rivalizálását, azt nagyon szépen lehet a róluk szóló levelekben, illetve a hozzájuk írott levelekben például nyomon követni. Az Isabella ezt, aki szintén törekedett arra, hogy egy korának az egyik legjelentősebb, vagy legmeghatározóbb nő alakjával váljon. Hogyha valaki imád olvasni, kutatni, szeret utazni, mert hogy ez a nem otthon ülős rekreáció. Ezen túl van még valami, ami mondjuk esetleg nyáron az utazáson kívül, akár évközben, de feltételezem, hogy nyáron több idő van, amikor mondjuk nem kell egerbe átutaznod tanítani. Kikapcsol még akár egy ilyen profán dolog, mint kertészkedés, vagy egy jó kis almás készítése. tehát hogy ilyen le lehet, vagy? Sajnos a kertünk az nem úgy néz ki, mert arról tanúskodtam, hogy ez lenne a fő hobbing ami egyébként így az utazással természetesen összefüggésbe hozható, hogy, hogy szeretünk főzni és szeretünk enni akkor? Igen, de hogy mindenféle egzotikus ételeket kipróbálni és nagyon változatos konyhánt vinni otthon van egy körülbelül két-két és fél méter magas polcunk, amin csak fűszerek vannak. Mondhatom ma ezt, hogy ezt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy gyere vagyunk a legbüszkébbek a fűszergyűjteményünkre. Hogy mindenhonnan hoztok valamit. Persze, 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 igen. És hogy gyakorlatilag nehéz olyan receptet kell találnunk, amihez valahogy ne tudnak megoldani a fűszerezést. Én is most egy csomó információt tudtam meg róla, pedig tényleg évek óta ismerjük egymást a konyhai és a gasztronómiai szokásaidat, nem ismertem, csak azt tudtam, hogy mennyire az utazás szerelmesei vagytok, de ez jó, hogy a hallgató is tudja azt, hogy attól, hogy valaki intézetigazgató lesz egy egyetemen és történész, és akkor attól függetlenül nem egy kocka, hanem tényleg ugyanúgy éli az életet, és éli a mindennapjét, de hogy jó, hogy te ezt lazán kezeled, és hogy tényleg mindenben meglátod az élet Kívánok sok sikert, és nem tudom, hogy neked terve lesz az akadémiai doktor ide most egy habilitáció letétel után szerintem most nem, nem feltétlenül ezen akarsz gondolkozni, majd meglátod, de kívánok sok sikert, úgyhogy doktor Kristó Pilana, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Lézbe hallották.